Nálam a gyűjtés most már inkább azért van, mert tudom, mert van célja. Hát ennek van célja. Tehát, hogy nyilván magam örömére otthonra most is gyűjtök, csak az a baj, és itt egy kicsit azért az addikció biztos meg vagy, azért tényleg nálam is van, hogy hosszú hónapokig dobozban van. Tehát a megszerzés öröme megvan, amikor kimegyek mondjuk egy ilyen konra, hú, megvan az új Deadpool, kiraknám a polcra, de már nincs hova tenni. Bemutatjuk Magyarország véleményvezéreit. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezérek. Véleményvezérek. Arturral és az Indiánnal. 98.6 Manna FM örömre hangol, ismét eltelt egy hét, ismét itt vagyunk Galler András Indiánnal. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok velem szembe. Kembe Szorel Artur, mint mindig. Hát így van. És a témánk, mint mindig szerintünk ma is érdekes téma lesz, ugyanis azt a hát tézist, vagy téveszmét, vagy egészen tök mindegy, hogy minek nevezzük, próbáljuk meg körbejárni, hogyha valaki ad, gyűjtöget. Igen, vagy... gyűjtögetünk, aztán felhalmozunk. Igen. De ez meddig egészséges, vagy meddig normális vagy? Nem is tudom, hogyha gyűjtöget, én is valamit gyűjtögetek, hogy ez meddig normális. Tehát te mit gyűjtögesz tényleg? Hát nekem régen megvoltak a kis Star Wars babáim, aha, ugye még a 70-es, 80-as évektől, az inkább még maszkokat, én a világ minden tájéről maszkokat. Ja tényleg, tele van a lakás izén maszkkal a falon. Na de, és egyébként mindenkinek van olyan ismerőse, rokona vagy bárkie, aki valamit gyűjt nyilván. Nyilván mi is gyűjtöttünk bélyeget, idézőjel. Nagymamány zacskót, és igen, a zacskóba is zacskó volt. Igen, zacskóba zacskó, és azt is egy zacskóba rakta, de hogy igen, mi bélyeget azért gyűjtöttünk, hogy megmutassuk az aktuális menyecskének, hogy igen, itt van a bélyeg, de egyébként nem biztos, hogy volt otthon bélyeg, de nem is az volt a lényeg ennek a jellegű reláció. Anyukám szalvétát gyűjtött, azt tudom, gyerekkorában. Na, de hogy ezek nagyon érdekesek, hogy az is, hogy miért alakulhat ez ki, kettő, az is, hogy csapát olyan mértékű gyűjtögetésbe, hogy már az ember a saját lakásában nem fér el, lapjára kell fordulni, hogy elférje, elmenjen a WC-ről a nappaliba. És a gyűjtögetésnek is van fázisa, meg időrendje, mert különböző korszakokban más gyűjtesz. Én emlékszem, hogy nem dohányoztam, de a cigis dobozok régen, uh-huh, olyan impulzívak voltak, hogy azokat gyűjtött csak azért, hogy ott ki legyen tínédzserkoromban a falon. Aha. Aztán soha nem dohányoztam, azt leszedtem, mert meguntam. Na, és vannak azok ugye azok az emberek, akik aztán mindent összeszednek, telepakolják a lakásukat, és már kb. Ilyen, nem is tudom, mint ilyen poloskákkal lehet csak közlekedni, akkora lukak vannak a falon, meg nem tudom, hogy hol. De és még egyszer, és aztán mindjárt áttérünk a vendégeinkre is, hogy mindenkinek van olyan ismerőse, aki ebbe a kategóriába beleesik szerintem. Lehet, hogy most nagyot mondtam, de igen. Nálunk ott az édesanyámnak ugye minden cucca. Tehát a garázsból, a garázsba nem állt az autó már évek óta, mert hogy volt egy csomó minden más. Ez apukámnál a galéria. Na, és úgyhogy nagyon érdekes ez. És vannak párhuzamok, amiket majd szakember által megpróbálunk felfedni, de közben akkor térjünk át akkor a vendégeinkre. Így van. És itt van velünk Füle Zoltán, aki sziasztok, azért érdekes, mert régi jó barátom, filmrendező, műsorvezető, de mégis most a gyűjtögetési, vagy a gyűjtési szenvedélye miatt beteg hívtam meg. Igen, viszont ha bevalod, akkor előbb. Ma meg is mondtad, akkor ráléptél a gyógyulás útjára. És van még egy vendégünk, bocsánat, őt is bemutatnám. Igen. Itt van velünk Bajzát Sándor, addiktológiai konzulens. Hello! Sziasztok, szia! Tegyük rendbe először magát a fogalmat, tehát az, hogy egyetem mi az, hogy addikció, mert hogy az emberek nem biztos, hogy feltétlenül tudják. Nyilván ez csak egy ilyen felvezetés, de nekem egyértelmű ez a kifejezés. Tehát az addikció, függőség, hozzászokása, amikor valaki valami dolgot úgy csinál, hogy azt kényszeresen csinálja, és kontrollvesztetten, és sokszor a saját és a környezete kárára csinálja, illetve amikor kísérletet tesz az abbahagyására, az általában nem sikerül, vagy valaminek a használatában mindig, használat az mindig, ami túlhasználatba torkollik. És képtelen kontrollált keretek között élni abban akár szervel, vagy bármilyen más ilyen viselkedési addikcióval, amikor túlnő rajta és elveszíti a kontrollt. Igen, mert általában mindig az emberek, ugye a dohányzás, az alkohol, a kábítószer, a túlzott svédtorna, én így szoktam nevezni ezt a fajta testmozgást, amit egy férfi és egy nő csinál egymással, de hogy alapvetőleg ugye ez is lehet egy függő helyzet, de hogy mondjuk, hogyha itt a mi logikánkból kiindulunk, az, hogy gyűjtöget valaki, az addiktív? Meg szerintem az? Viselkedési addikciók közé is lehet sorolni, de hát lehet, igazából lehet az egy pszichiátriai kórkép is. Nyilvánvalóan egy csomó függőségű tünete van ennek a fajta gyűjtögetésnek.
nem igazán az én műfajom, tehát én főleg drogfüggőkkel, alkoholistákkal, gyógyszerfüggőkkel foglalkozom, de hát a viselkedési addikciók között ez is megjelenik, és az addikcióknak azért valahol így ez, ilyen értelemben a gyökere az hasonló. Én most Zolit kérdezném. Ilyen szempontból talán beszélhetek egy kicsit erről is, ha bár mondjuk nekem még soha nem volt olyan kliensem, aki ebből fordult volna. Lehet, hogy most szereztünk neked egyet. Mert csoda. Nem, én a Zolitól kérdezném azt, hogy neked a gyűjtésből alakult a filmezés, vagy ez mindig párhuzamba volt, mert hogy azt kell tudni a Zoliról, hogy Star Wars relikviák tömkelege, és most már ugye katonai felszerelések, fegyverek, járművek tömkelege áll az ő birtokába, de ő ezt hasznosítja. Tehát itt a gyűjtés az már átment. Van célja. Igen, tehát itt azért kérdezem, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás? Hát ugyanúgy kezdődött, mint nálad, hogy Star Wars, és akkor ugye az ahhoz tartozó kis kütyük. Ezekkel gyerekkorunkban nyilván nem gyűjtöttük őket, hanem játszottunk velük. Aztán volt egy ilyen szakadásunk, ezeket eladja az ember, hiszen felnőjön a csajozás, stb. Majd újból felfedezed a benne az értéket. Igen, és elkezded gyűjteni, aztán rájössz, hogy az IBM például ezek rohadt sokat érnek. Mondjuk egy figura egy lakás ára. Na most akkor ugye elkezded vakarozni, hogy kinél volt ilyen figura. Miért gyújtottam fel, miért törtem igen, miért öntöttem le ragasztó, és gyújtottam föl, vagy ástuk el a homokozóba, ugye elkezdett föltúrni a játszóteret, hát ha megtalálod, és akkor utána ugye innen-onnan-amon elkezdesz így gyűlni, és akkor így először csak egy polcot foglal el, aztán már két polcot, aztán már veszel egy polcot, hogy külön legyen neki egy polc, aztán egy vitrin, de hát ezt tudom, mert látom a szemedben a csillogást, hogy az ismerős neked is. És akkor ugye én észrevettem, hogy ezek között van átfedés, hogy mondjuk egy középkori bajvíváson keresztül ugye a Jedi lovagokhoz eljutva, ugye, akkor egy ilyen kart kell, akkor egy olyan kart kell, és akkor szépen olyan, mint egy ilyen spirál. Ez még mindig a saját örömödre? Ez még mindig a saját örömödre, hiszen mellette ez egy testmozgással járt, hiszen ugye megtanulunk úgy vívni, mint a Jedik, és akkor elkezdte, persze felnőtt fejnál, mikor felnőtt fejjel kezdte elkezdeni, és akkor ugye megtanultam vívni úgy, mint a Jedik, és ez kellettek védőfelszerelések, de nem ilyen védőfelszerelések, legyen olyan, és akkor ezen legyen ilyen dísz, akkor jó, de ezt most nem adom el, mert ez még biztos jó lesz valamire, és ugye bejön ez a nagymama reflex, hogy mindent elrakunk, mert biztos jó lesz még valamire. És akkor egyszer csak összegyűlt egy csomó ilyen cuccom, de mellette felfedeztem a második világháborús vonatkozását is a Star Wars-nak, tehát nálam mindenről a Star Wars tehet, de mindenről, még a filmes vonalról is. És hát német táska, ilyen táska, olyan táska, de az orosz cuccok jobban tetszenek, akkor jött egy hadijátékos időszak, amikor újra játszottunk külföldön csatákat, tehát igazi tankokkal minden, és ott is fejlesztettük a csapat szinten a cuccokat, és egyszer csak így már kellett bérelnem egy raktárat. Aztán egy nagyobb raktárat. És akkor utána onnan jön a filmrendezős, de ugye, hogy előttem ilyen videoklipek rendezése, meg kis rövid filmek rendezése, ha már itt ez a sok jelmez, akkor csináljunk már vele valamit. Csak egyszer csak eljutottunk oda, hogy második világháborús film készítése, és akkor jött valaki, hogy te figyelj, nem adnád ezt így kölcsönbe? Hát mondom, kölcsönbe, hát legalább mossátok ki. Nem fizetünk érte? No csak. És akkor ugye onnantól nem tudsz NATO ruhát? Hát végül is nincs a raktárban, de hát a mutka jól fizettek érte. De tudok, szereztem. És és egyszer csak megtelt egy 500 négyzetméteres raktár, majd egy 1000 négyzetméteres raktár, de nálam a gyűjtés most már inkább azért van, mert tudom, mert van célja. Hát ennek van célja. Tehát, hogy nyilván a magam örömére otthonra most is gyűjtök, csak az a baj, és itt egy kicsit azért az addikció biztos meg vagy, azért tényleg nálam is van, hogy hosszú hónapokig dobozban van. Tehát a megszerzés öröme megvan, amikor kimegyek mondjuk egy ilyen konra, megvan az új Deadpool, kiraknám a polcra, de már nincs hova tenni. Én látom közben Sándort is, nagyon decensen bólintott egyet. Bulgáriában ez a nemet jelenti, de a mi kultúrkörünkben azt, hogy igen. Valamire azt mondtad, vagy azt bólintottad, hogy igen, mi volt. Ez nekem azért megütötte a fülemet egy kifejezés. A megszerzés öröm, és a biztos jó lesz még valamire kettős. Nem véletlenül mondtam, földobtam a labdát. No, ez szakmailag hogy értékelhető? Hát, nézd, ott az a része, az nekem kicsit úgy fölcsillant a szemem, amikor mondod, hogy tulajdonképpen itt, tehát az van, hogy a megszerzése, és aztán ennek elmúlik a hatása, de közben meg gyakorlatilag mégis megtartod, és mégis szerzel újat egy kicsit, ez nekem eléggé hasonlít a droghasználatnak a hát, működés. Drogos vagyok. Coming out-olog, drogos vagyok. Nem. Én ezt nem mondanám, mert alapvetően azért, ahogy te csinálod, meg hogy ebből végül is te úgy amúgy profitálsz is, és hogy te
te ezt így élvezed, azt gondolom, hogy ez így rendben van, ebben nincsen okát rossz, hogyha egyébként tudod is hol tárolni. Itt az a kérdés, hogy mondjuk ez neked az életed egyéb területeire hogy hat, mert hogyha neked nagyon sok pénzed van, és nagyon sok raktárterületed, hát egészségedre tudod gyűjtesz, hogyha ez neked örömet okoz, kielégülést okoz, anyagilag se megterhel, nem a gyerekeid elől veszed el a reggeliüket, érted, hogy vegyél egy újabb, nem tudom én micsodát, és a feleségedre is tudsz ettől még fordítani megfelelő időt, hogyha van párkapcsolatod, vagy hogyha nincs párkapcsolatod, az csak azért van, azért nincs, mert nincsen, vagy mondjuk benne van az is, hogy esetleg azért nincs párkapcsolatod, mert mondjuk még nem született meg az a nő, aki kibírná azt, hogy 150, nem tudom hány, nem tudom, Star Wars Jedi-vel. Szerencsére egyébként. Megszületett. Megszületett. Hát együtt tapétáztuk ki a nappalit egyébként Marvel képregényekkel, ő volt a bacillus gazda. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Tehát az életemre olyan területen hat ki, hogy ugye erre építettük föl az elmúlt tizenvalahány évben az asszonnyal a céget, tehát most már egy cég van arra, ami ezeket a relikviákat bérbe adja kiállításokra. Tehát, hogy most például jövő év elején lesz, nem mondom hol, nem mondom meg pontosan mikor, mert még ez szerződésben, szerződéskötés előtt állunk, de lesz egy nagy kiállítás filmes relikviákból egy vidéki nagyváros múzeumában. És mellette ugye napi sorozatokban, hogyha rendőrautókat láttok, vagy tűzoltóautókat láttok, vagy bármi ilyet láttok. Vagy egyetlen felszereléseket. Vagy felszereléseket láttok, akkor nagy eséllyel ez ugye tőlünk, tehát hogy az asszony a közös cégtől ered, és így hat ki az életemre. Tehát, hogy az, hogy kihat az életemre, azért hat ki, hiszen mi erre, én megfordítottam, én hasznot kovácsoltam ebbe, ez, mintha egy alkoholista azzal turnézna, hogy ő alkoholista, és rohadt sok pénzt keresne vele. Egyébként van egy ilyen figura, egy ilyen nagyon kövérkés ember, ugye az a bizonyos Szós Live, nem akarom reklámozni, tehát ő például ebből rohadt jól keres, hogy egy addiktív ember, aki minden nap berúg, és közben ezt videóra vesz, és sok hülye megfizet érte. Uh-huh. Mi ugyanezt csináltuk, csak gyűjtünk. Mi gyűjtünk, és nézhetitek, hogy gyűjtjük. Sőt, néha megnézhetitek. Igen, Sándor, az lenne a igen. Ugye csak, hogy ti ebben nem haltok be, ettől úgy tűnik, hogy ebből jól talán, majd remélem, hogy jól meg is éltek, szeretitek is csinálni, és igazából még a kapcsolatot is építi a dolog, mert van egy közös szenvedély, meg egy közös hobbi, tehát hogy ez ilyen értelemben, ha függőség is, akkor ez egy pozitív függőség. Van ilyen, hogy pozitív függőség. Lehet, hogy szublimálod valami olyan az életnek egy olyan részét, ami akár lehetne egy destruktív irány is. De lehet ezt, tehát ami addiktív vagy függőség, az nekem mindig egy ilyen negatív kifejezés valamiért. És most itt az elhangzott egy olyan kifejezés, hogy pozitív függőség, ami egy első hallásra hát kicsit ilyen diszonás az én kis füleimnek, még ha le is vannak takarva fülhallgatóval. De hogy ezt szerinted, most akkor kitaláltunk egy új szót, tehát megszületett itt egy... Nem gondolom, tehát a függőség az valahol a függő helyzet, az mindig a függetlenségnek az ellentéte, az, tehát hogy mondhatom, hogy az alapvetően annyira nem, tényleg nem pozitív. Uh-huh. De most valahogy úgy tűnik, akkor lehet, hogy itt mégse függőségről beszélünk, mert tulajdonképpen van miatt csinál, ami mindenféleképpen hasznos, mindenféle értelemben, anyagilag is, meg kapcsolatra nézve is, meg úgy tűnik, hogy a ráfordított idő is olyan, ami örömforrás. Ez mondjuk akkor válna negatívvá, és úgy függőségnek, amikor ezt ő akkor is csinálna, amikor ez már nem okoz akkora, egyre kevesebb örömet okoz, és aztán a végén már egyáltalán nem okoz örömet igazából, sőt kifejezetten az egész egy nagy szívás az egész, és mégis tovább csinál, és mégis rákölt, és fogy a pénz, és mondjuk már nem is tudja azt kiközvetíteni, és haszon sincs belőle, és igazából már a feleség is megorol rá, és mégis csinálja, és mondjuk a gyerekre se jut idő, meg már nem is megyünk el nyaralni, meg már eléggé bezárkózunk, és ott, tehát hogy akkor lenne, ha belekerül egy ilyen negatív spirálba, azt gondolom, hogy akkor
akkor lenne itt probléma. Ha, te mi van? Te, én mindig a számok ember vagyok sajnos, pedig nem voltam olyan iszonyatos matematikus még általános iskolában sem, meg középiskolában sem. De hogy ez, de nyilván van erre egy statisztika, hogyha már neked valamilyen szinten azért a szakterületed ez, hogy melyikből van több? Zoli típusából, aki úgy addiktív, hogy egyébként meg azért csak van benne valami ráció, vagy hát most ez egy direkt irányított kérdés, vagy abból, ami addikció, és ez semmilyen fajta konstruktív, inkább destruktív. Hát nyilván én azért látom, hogy melyik lehet, csak más, hogyha egy szakember szájából hangzik el. Nagyon, nagyon nagy ember lennék, ha én erre tudnék válaszolni. Nagyon egyszerűbből kifolyólag, hogy nyilván van, akinek ebben nincs problémája, az nem fog eljönni hozzám. Uh-huh. Tehát én most gondold el, hogy én csak azokkal találkozom, tehát egy olyan szűrőn látom a világon, ahol mondhatom azt, hogy minden rossz, mert itt mindenki, aki nálam ebben a stúdióban megfordul napi 4-5 ember, annak mindennek komoly problémái vannak a saját függőségeikkel szemben, és én egy kicsit nem próbálnék ebből identifikálni, akkor magam azt gondolom, hogy úristen, az egész világ beteg. Aha. És ez nyilvánvalóan nem igaz. Olyan fajta statisztika úgy van, hogy tehát ez nem egy tudományosan megalapozott, de ilyen tapasztalat után, hogy általában a mindenkori populációnak a 10%-a az, aki függő. De itt azért, itt főleg a függőségnek a negatív aspektusára gondolok. Meg a szerekre. A gyógyszer, a szexfüggőség, a szerencsejáték, a kényszeres zabálás, akár lehet, hogy ez mindjögetős. Tehát egyáltalán ezek a függőségek. De, tehát, hogy arra én nem tudok a statisztikát, hogy hány ember van, aki otthon kényelmesen gyűjtöget cigaretta dobozokat, és ezt egyébként élvezés semmi baja nincs, mert az nem jelenik meg sehol az ellátó. Egyszerűen nem jelenik meg a rendelés, hogy több boldog vagyok, mert már van 550 millió izém, és minden tökéletes, ezért nem fog eljönni. De gyűjtögetési szenvedély beteg jelentkezik egyáltalán szakorvosnál, vagy inkább a környezete próbálott helyre tenni dolgokat? Nem tudom, ez egy nehéz dolog, megmondom, mert csomóan szégyellik, meg teljesen bezárkoznak, de erről nekem is csak olyan információm van, amiket így valamikor így olvastam ebben a kapcsolatban. Tehát, hogy nagyon nincsenek ezek az emberek, hogy mondjam, szem előtt, mert amikor tehát mondjuk egy alkoholistát, vagy drogfüggőt, vagy a villamoson látod, hogy be van tépve, be van nyesve, az olyan érzékelhető, de hogy az a bácsika, vagy valaki, aki ott áll melletted a 4-es fatoson, hogy annak mi rejlik otthon tudod, a pincébe, vagy az a lakásba, azt nem tudhatod, itt arról ezekre általában úgy derül fény, hogy itt a lakó környezet érzékeli, hogy nincs probléma, mert azért a függőségnek része a tagadás. Tehát, hogy én nekem ez nem probléma, ez nem baj, meg más is csinálja, meg ez senkinek semmi köze hozzá, meg az én dolgom, az én pénzem, meg az én életem, de azért a környezet is erre rámegy, meg adott esetben, hogyha olyan fajta gyűjtögetőről van szó, aki utána elenedik, vagy 150 macska van nem tudom, a lakásában, vagy már tere van élősködőkkel, meg mindenféle elrothat dolgokkal, az nyilvánvalóan már kiad a lakókörnyezetre és a szomszédokra, az alatta, a fölötte lakókra, hogy bűz van, hogy tudjátok. Csak nagyon nehéz ilyenkor is ebbe azt gondolom, meg amiket erről úgy hallottam, olvastam, hogy nagyon nehéz ebben beleavatkozni, vagy itt akkor már a lakóközösségnek kell valami erőteljes hatást gyakorolni, de az egy dolog, hogy van egy ilyen ráhatás, de attól a függőség nem feltétlenül fog megszűnni, mint ahogy mondhatom saját tapasztalatomból, hogy én, mint drogfüggő, rengeteg rendőrségi ügyem volt, meg háromszor kaptam felfüggesztett börtönbüntetést, mindig a droggal kapcsolatos cselekmények miatt, terjesztéstárok, stb. Nem sorolom, de őszintén szóval semmiféle visszatartó erővel nem volt rám nézve. Kijöttem a bíróságból, és ugyanúgy szolgáltam magam tovább. Mm-hmm. Tehát, hogy valahogy a kettő nincs egymással úgy. Párhuzamba. Jó, innen... Van egy tényleg belső megélés bármilyen függőségben, gondolok akár akkor a gyűjtögetésre is, és az annak köszönő viszonyban nincs abban, hogy a világ mit gondol arról. Tehát arról az emberről, akire te ránézel, és látod, hogy az emberrel rohadt nagy bajban van, és ahogy megkérdezed, azt mondja, nekem kutya bajom, te vagy egy ilyen. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal.
külföldi tematikus csatornákon rengeteg ilyen műsor van, ami ezt mutatja be, hogy nem lehet belépni a lakásba vagy a házba, a rokonok nem tudnak belépni, mert ugye el van barikádozva a szenvedélybeteg által gyűjtött holmiktól, és most Zolihoz fordulok, mert ő nekem mesélt annó, hogy a közvetlen környezetében ugyanez megtörtént. És ott kiavatkoztatok be, vagy nem tudom azt, hogy... Nem, azóta is a szerencsétlen a kis, hát nem szemétdom, mert ez egy szerintem milliárdos érték, aminek a tetején üldögél. Ő az a fajta egyébként, aki, mert ugye a legtöbb gyűjtő, az szereti megmutatni a gyűjteményét, legalább egy kis beavatott körnek, hogy gyertek, nézzétek meg, meg szereti simogatni, elővenni a tárgyakat. Na, ő most már odáig fajult, hogy valójában tényleg egy dobozban él, egy doboz a dobozban, ami egy dobozban van. Az összes cuccot már kisebb bontja, amit megvásárol, hiszen az majd egyszer sokat fog érni. Tehát ő elkezdte, kb. Olyan 90-es évek végén, amikor nálunk is ugye ez a internetes, ilyen, mondjam, mint az eBay elterjedtek, és ugye ott elkezdték ezeket árusítani, és akkor kiderült, hogy bizonyos dolgoknak nagy értékük van. Na most ő akkor elég szerény anyagi körülmények között él, de akkor még úgy gondolt, hogy egy remek üzletemberként ő elkezdi vásárolni, hogy egyébként azóta már tényleg sokat érő 20 évvel ezelőtt megjelent játékok. Férfiről, nőről beszélünk? Férfiről beszélünk. És hány éves? Hát most már 50 fölött. 50 fölött. Hát mondom, tehát ugye 31-2 volt, amikor ez így elindult nála, és elkezdte venni ezeket a figurákat, de már nem bontotta ki. Tehát nem azért, hogy meg, sőt volt, hogy megjött a figura, tehát megnézte interneten, megrendelte, és már magából a barna kartondobozból sem vette ki, hogy legalább... Lehet, nem is az van benned. Az is előfordul. Egyébként vannak olyan tárgyak az interneten, amiket úgynevezett afáztatással ugye igazolnak, hogy igazi, amit nem lehet kibontani. Most ugye, amikor elküldöd ezt a tárgyat, megszerzed itt mondjuk Magyarországon ezt a tárgyat, kiküldöd Amerikába, ott ezt egy cég megröngenezi, megnézi, hogy oké, rendben, most beteszi egy ilyen acrylcase nevű ilyen műanyag tárolóba, légmentesen lezárja, tesz rá egy ilyen vonalkódot, meg hologramot, minden, és akkor ezt így kategorizálja, mondjuk ez egy 90%-os cucc, és onnantól van egy műanyag dobozod, amiben valami zörög, látod is, hogy ott van benne, de magát a dobozt a dobozban már nem tudod kinyitni, tehát hogy abban tényleg benne van-e a birodalmi lépegető, vagy egy NDK Turmix gép van benne, és az zörög benne, azt soha nem fogod megtudni, vagy de megtudhatod, ha kibontod, csak akkor onnan az értéke, tehát innentől jön be az, hogy ugye minek mi az értéke, az egy teljesen más műsor téma lehet egyébként, nektek adom ötletnek, hogy minek mi az értéke, hogy az, amit valóban kifizetsz érte, vagy amit az emberek gondolnak róla. És ez az ember ugye elindult ezen a lejtőn. És hát ugye először csak a szobájában, ugye először a szüleit készítette ki, szegényeknek aztán elhaltak a szülei, ugye megörökölte a lakást, akkor aztán hirtelen beindult a folyamat, és már akkor volt barátnője. Barátnője akkor összeházasodott vele, jöttek a gyerekek, na de a gyerekek nem játszhatnak a játékokkal, ugye. Akkor az egyik gyerek egyszer kibontott egy játékot, abból bizélet nagy perpatvar lett, és aztán az úriember is, ez volt az, amit kérdésként fel akartam tenni, de ugye a válasz itt van, hogy emeli az addikció mellé, ő egy idő után felszeret még vagy kettőt, hármat, például rászokott a dohányzásra, ami előtte nem volt. Ez ugye idegeskedett állandóan, azon járt az agya munkáin is, hogy mi lehet, hogy nehogy a gyerekek hozzányúljanak. Ez beteges féltés, és rányult az alkoholra is. Tehát, hogy szépen lassan minden irányból elkezdett lecsúszni a lejtőn, és mellette, mondom, most már szerintem a teljes lakása tele van ezzel. A felesége elvált, gyerekekkel együtt elment, elhagyták a barátai, mi se tartjuk már vele úgy a kapcsolatot, tudjuk, hogy létezik. Néha nevetünk egy kicsit, amikor halljuk, hogy hú, kint volt itt, és amikor megszerzett valamit, akkor szinte szexuális örömöt érzett, látszott rajta, hogy mindjárt elmegy bátran, uh-huh. Csinál magával valamit, mi nem illő, és ennyi. Tehát, hogy egy ilyen figura lett belőle, segíteni rajta nem lehet, mert amikor mondtuk neki, hogy ez hova vezet, akkor ő ugye nem ismerte. Ott volt a tagadás. Persze, és ez folyamatos, tehát most is. Tehát, hogy sok lesz a pia, de hogy lesz sok. Hát ez a cigi, tehát naponta 3 dobozt lesz, de hogy lesz. És hát ez a gyűjtés, hát ráment a családod, de hogy nem azért hagyott el. Nem is a családom, nem is ismerte. Nincs is családom. Hozzányúltak a figurámhoz. Nem. Tehát, hogy ilyen. Te figyelj, Sándor, csak egy gyorsan, mert itt látom, hogy megint csak ilyen bőszen a bólogatsz, de hogy nekem lenne egy kérdésem, hogy, hogy ez az addikció, ez mindig olyan, mint a rendőrök? Tehát én párba jár valamivel? Tehát nem önállóba? Igen? Tehát nincs az, hogy csak valaki csak egy dolgot csinál, és akkor utána ott meg is áll. Én abban hiszek inkább, hogy van egy függő alkat, egy függő személyiség, akinek vannak bizonyoságok, meg megvannak azért így a gyökerei, hogy mire használ. És hogyha nem képes fejlődni, változni, tehát amit úgy felépülésnek hívunk, akkor csak annyi történik, hogyha az egyik függőségével felhagy, viszont nem történik érdembeli változás, akkor
gyakorlatilag egy mászert használni, vagy illetve halmozódnak a dolgok, tehát hogy általában mint a kokain függő szinte mindig használnak mellette alkoholt is, és utána mint olyan sokat iszik, akkor utána azért esik vissza, mert mondjuk akkor megint használ kokaint, hogy kicsit olyan jobban legyen az alkohol dolgokból, illetve mondjuk kokaint nem rendel be akkor, hogyha előtte már nem csicsen be, akkor könnyebb rendelni kokaint, ha meg már van kokain, akkor már rendeljünk prostituáltakat is, szóval egyen, akkor hogyha le kell jönni, akkor az jó a spangli, vagy a sör, vagy mit tudom, ami nyugtató, ha mondjuk már valaki 3 napja túlnézik, mondjuk speeden, vagy kokainon, vagy alkoholisták, akik bekerülnek kórházba, és akkor elkezdik kapni a nyugtatókat, meg a pontit, meg a szalaxot, akkor alkoholistaként megy ki, és alkohol és gyógyszerfüggőként jön ki. Ez érdekes. Hát, hogy ezek csak valhozódnak, vagy váltogatják egymást. Tehát az illegális, az illegális dílerről átvált a legális dílerről a házorvosára. Sok esetben ez van, és ebben sajnos sok orvos olyan érdeme partner is, hogy tényleg nyakra főre írják ezeket a gyógyszereket. Az merül föl bennem, hogy mikor szólhat be, tehát tegyük föl most az Indi példáját, nem az övét, ő csak a kalapokat gyűjti. Csak. Most mi? Csak. 8 milliárd kalapja. De hogy az a példa, hogy itt valaki már nem fér el a lakásában, mert össze-vissza gyűjtötte az egész életét már, és kinőtte a lakást is, meg etc. Tehát mi az a határ, amikor mondjuk etikus beszólni, hogy na figyelj már, öcsém, már éppen esik ki, tehát a macskának az egyik lábát már minden este kizárod az ajtón, és akkor most már éppen elég lenne. Vagy már most már beszedtél nem tudom hány bogyó, akármit, hány marék bogyászt, és most már elég lenne. Mi, van-e egy etikai határ, amikor odaszólhatok valakinek, aki rá, nem is biztos, hogy ismerem, csak a szomszédomban lakik, mivel az életvitele olyan, nem beszélgetünk egyáltalán, de rohadt zavaró az, amit csinál. Annak a határain múlik, aki szól, vagy nem szól. Tehát, hogy lehet, hogy engem sokkal kevesebb zavar annyira, hogy én mondjuk szóljak a saját magam védelme, meg mi van magam érdekében, és van olyan, aki meg, tudod, aki eléggé szubmisszív, meg nem szól, meg bocs, hogy élek, vagy valami, az meg akkor se szól, amikor már rágyújtják a házat, úgyhogy gondolom itt a családnak, meg a közeli barátoknak kell első körben ezt felfedezni. Felfedezni és meglépni a lépést. Egyébként nagyon fura, mert pont a mi kis szorálló baráti körünkben van egy srác, nem nevezzük meg. Én nem tudom, mi az ő függősége most. Nevezzük kapcsolatfüggőségnek. Nem tudom, mert Istengezemben nem is él kapcsolatban, de ő például nagyon lerongyolódott minden tekintetben. Próbáltunk már egy idő után beavatkozni, de itt is előtt a teljes tagadás, a teljes eltűnés. Tehát ő el is tűnt a társaságból. Egyik percről a másikra. Hát igen, ez egy érdekes helyzet. Nem tudom, hogy ez mennyire addikció. Szerintem ez inkább egy másik. Én most csak a közbeszólás miatt szólaltam föl, hogy mikor és kinek kell. De mondjuk kell, hogy legyenek barátai, ugye? Egy ilyen alapesetben mindenkinek vannak barátai. Még. Hát, igen, de pont arról is szól a függőség, hogy szép lassan a barátok mitán szólnak, meg mit tudom, előbb-utóbb eltűnnek. Ez nálam is így volt, hogy azok a gimnáziumi barátok szép lassan eltűnnek mellőlem, akik kell, nem tudtam én jól együtt drogozni, és egy idő után kifejezetten terhessé váltak a számomra. De ez pro-kontra. Gondolom pro-kontra, nem? Tehát nem csak a te számodra váltak terhessé. Persze, én is vállalhatatlan voltam, ha velük megyek, tehát egy idő után óhatatlanul kihittam, kidrogoztam magam azokból a közegekből, de egyébként nekem se esett jól, amikor ők meg esetleg azt mondták, hogy aggódnak velem, én akkor úgy éreztem, hogy engem cseszednek. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et Budapesten és környékén, tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Mindig azt hangoztatják, hogy a környezetnek a felelősség, és hogy be kell avatkozni a barátoknak. Na de azért én ismertem olyan embert, akiről 25 év után derült ki, hogy alkoholista volt, mert napközben ő róla te nem láttad, és ő otthon hazament, bekapcsolta a tévét, elsziszentette izét, sörikét, pattintotta, és utána szépen berugott, és részegségig itta magát, majd elaludt. És ezt csinálta 20 éven keresztül, és egyszer már ugye, mert a szerve, nem látszott igaziból rajta, de a szervezete, ugye egy idő után nem tudta olyan gyorsan feldolgozni az alkoholt, mert egyre többet vitt be, stb., és a munkahelye, mert olyan helyen dolgozott, megszondáztatták egyszer. És akkor kiderült, hogy hát ivott, és így csodálkozott mindenki rajta, hogy ez az ember, ez iszik. Soha nem is tudtuk. Vizet se ivott még. És kiderült, hogy az ember 25 éve boros magányában minden este berugott, és
elaludt, és reggel úgy ment tízébe, hogy kihozanodott nagyjából, nem vették észre rajta, nem látszott rajta, és hát meg a másik, ugye vannak a funkcionális alkoholisták, ugye, akik napközben iszogatnak, de azért tudják csinálni az életüket, sőt, bizonyos művész embereknek kell az app is, izé mondják, hogy nem kell, de van, akinek tényleg, hogy egy kicsit elazuljon. Vannak ilyen izék a verzióim ezzel kapcsolatban, mert ahhoz szoksz hozzá. Tehát, hogy nem érzel. Nem úgy értettem, hogy... Én játékfüggő vagyok, vagy ütő vagyok. 8. Henriket úgy alakítod a nemzetibe, hogy becsapsz két unikumot. Igen, előtte. Persze, hogy a sofőr, aki úgy tud beállni, hogy előtte egy felesbe, meg különben neki menne a falnak. Ez egy szokássá válik, nem is biztos, hogy ő akar ilyet, de hát megszokta, és akkor bedob egy-kettő ilyenzét, és akkor utána meg elmondja a nagy monologot. Ó, Romleo, miért vagy te Romleo? Hát de ugyanez akkor ugyanezt a gyűjtésre akartam átvinni, hogy ugye mondjátok, hogy amikor már zavarja a környezetét. De hát például ez az ember, akiről beszéltem, ezt azért tudjuk csak, hogy dobozok közt él, mert ismerjük. De a környezete, tehát a szomszédai erről semmit nem tudnak. Tehát ő egy életet leél úgy, hogy bent ül a kis Star Wars relikviái között, és akkor ott molyolgat. Mm. És nem zavar senki, ezek nem büdösek, ezek a cuccok, ezek originál játékok. Mint egy játékraktár, mintha beköltözött volna valamelyik játékbolt raktárjába körülbelül. Így lehet. Így élő az életét. Ennyi. Az, hogy alkoholista akkor... mellette, meg a dohányzás, de az se zavarja a környezetét, mert ő is az a fajta csöndes alkoholista, őről is beszélhettem volna, csak nem őről szólt a sztori. Hazamegy belőle a dobozok közé, rájön, hogy magányos, berúg, elalszik. Uh-huh. Napközben meg cigarettázik, de hát az annyira zavarja a környezetét, mint amennyire bárkit zavar az, hogyha valaki dohányzik. Mert ugye az, hogy ő 3 doboz cigét elszív egy nap, mivel nem olyan helyen laki, ő dolgozik, ahol, ha még dolgozik, ahol sok emberre van összezárva, meg már ugye nem lehet benne dohányozni, csak kint az utcán lehet dohányozni, vagy a ház előtt. Tehát ez se zavarja már a környezetét, tehát aki nem ismeri úgy, mint mi, az nem is fedezi föl, hogy ez az ember bajban van, tehát soha nem következik be az a környezeti beavatkozás. Sándor, a gyors kérdés, hogy ha már összegzésről beszélünk, akkor jól látjuk mi ezt, hogy akkor van, tehát megvan az összefüggés, az elfajta addikció, tehát a gyűjtögető addikció és a szerfüggőség között, tehát nyilván azért két másik dologról beszélgetünk, de hogy az alapja, a fundamentuma, az nagyjából ugyanarról szól. Nem értek tényleg így a kényszeres gyűjtögetéshez. Nagyon mutat addiktív tüneteket, tehát ebben eléggé hasonszörű, de azért ezt kényszerbetegségek közé szokták sorolni, és így a kezelésében is ugyanúgy fontos szerepe van a betegségnek az elismerése, akkor az, hogy a hozzátartozók is elfogadják, hogy ez az ember nem rossz, hanem hogy beteg, és ehhez terápiába kell járni. Uh-huh. De ahhoz meg, hogy valaki terápiába járjon, ahhoz kell annak az elfogadása, hogy beteg. Tehát, hogy én akkor tudok elmenni mondjuk egy csoportba vagy pszichológushoz, hogy elfogadom, hogy beteg vagyok, nem én irányítok, és valami olyan, és egy külső segítségre van szükségem, meg valami fajta alázatra és elfogadásra, hogy tudjak egy kicsit hagyatkozni ami külső szakemberre mondjuk. Nem tudom, hogy melyiket könnyebb megelőzni egyébként. Azt, hogy valaki mondjuk a Marvel figurákat gyűjt otthon, mert gyerekkorában sok Marvel képregényt olvasott, vagy Marvel rajzfilmet, vagy filmet nézett, vagy azt nehezebb megelőzni, hogy valaki elkezdjen valami szerrel élni. Nem tudom, ezt ti hogy látjátok itt a végén. Melyik a könnyű? Tehát egyáltalán meg lehet ezeket előzni? Nem hiszem. Nem tudom, hogy egyébként például egy kis gyűjtésről van szó, most ugye a Marvel figurák gyűjtés az még ugye a környezetének nem árt, a magának se árt vele, akkor meg se kell akadályozni. Tehát a maga örömére csinálja, és ez nem lép túl egy bizonyos szintet, akkor ott nincs semmit tenni, nincs mit beavatkozni. A kábítószer használata az egy alkalom is már megakadályozandó, és megakadályozandó az, hogy ugye elinduljon ezen az úton. Tehát egy Marvel figura gyűjtés, és abból egy ilyen gyűjtői mánia kialakulása szerintem egy lapon sem említhető azzal, hogy valaki mondjuk a kábítószert akár csak kipróbálja. Mert a kettő nem, a környezetre se olyan hatást gyakorol. Tehát, hogyha valakinek 10 000 képregénye van otthon, akkor se lemenni az utcára részegen, vagy bekábítószerezve randalírozni, hogyha mellett ezek az másik addikciói nincsenek meg. Még egy kábítószeres, akár az első kipróbáláskor is már lemehet az utcára, és csinálhat olyan ökörséget, amit aztán nem lehet helyrehozni. Tehát a kettőt nem kezelném sohasem egy lapon, de az tény, hogyha valaki mondjuk a környezetére, saját magára káros, mondjuk gyűjtői szenvedélyben, akkor ott egy idő után nyilván be kell avatkozni, de azt az elején megakadályozni, hát csak azért sem lehet, mert honnantól kezdődik az, amikor káros a gyűjtés. Van 10 újság, az nem gyűjtemény, az 10 újság, 100 újság. Hát még az se gyűjtemény, 1000 újság. Jó, az már gyűjteménynek számít, de hogyha különböző kategóriák, akkor csak sok újság. Tehát, hogy érted? Tehát, ha különböző kategória, hogyha van nőklapja, meg mit tudom én, meg IPM, meg mozaik, meg itt a országvilág, most mondtam ilyen
talán még nem is létező lapokat már, hogyha ebből van mindig be egy-egy darabok, az nem gyűjtemény, az csak sok újság, el kell vinni a mélybe. Hát ez egy jó biznisz is, és itt visszatértünk a kiindulásra. Igen, igen, vagy jó biznisz. Hát jó, én azt hiszem, hogy egy kicsit, nem tudom, hogy maradt-e bárkiben valamilyen olyan gondolat, amit még azért elmondan, Sándor, igen. Igen, akkor én is válaszolnék egész röviden el a kérdésre, tehát hogy a megelőzés kapcsán én azt gondolom, hogy a függőség az egy ilyen családi betegség, van benne nyilván van egy kis genetika is, és hogy a megoldás is a családban keresendő, tehát hogy az olyan családban, ahol valami fajta diszfunkció van, ott sokkal nagyobb esélye válnak az ott elcseperedő gyerekek kövé, mint egy kiegyensúlyozott normális hátterű érzelmileg. Érdekes, hogy ez akkor megint egy szabályt erősítő kivétel lesz, mert se az asszonynál, se nálam a családban senki. Tehát ők inkább így rácsodálkoznak, minek nektek ez a sok izé? Tehát, hogy nálam édesapám is, édesanyám is egy nagyon puritán életet él. Vannak dolgok, amiket úgy megtartanak, de hát tényleg arra emlékszem gyerekkoromban is, hogy hát alig volt szinte cuccunk, pedig megtehettük volna, és tényleg a játékokat is nem nagyon kaptunk játékokat, de minek az még egy, minek. Amikor én már saját magam el tudtam érni azt, hogy magamnak megveszem, akkor én megvettem. De ugyanez az asszonynak a családja is. Nincsen tele tárgyakkal a lakásuk, nem gyűjtögetnek, sőt, testvéri szinten se. Tehát így hogy tágabb családban körülnek unokatestek, sehol máshol nincsen. Nem biztos, Mátyás korabeli lehet a dolog. Függőségnek, ráadásul te nem is mondtad, hogy neked ez problémát okozna. Tehát én azt gondolom, amiket most mondtam, azt nem feltétlenül rád. Ja, nem csak, hogy mondom, hogy van ilyen, aki de alkoholista sose volt a családjában, és a csávót most fogják majd szerintem lassan máját ültetésre. Igen, a környezetében senki soha nem ivott. Én úgy mondtam, hogy családi diszfunkció, aminek egy része, tehát egy csomó alkoholistának a családtagjai, tehát az apja, vagy az anyja az alkoholista volt, de nem feltétlenül. Tehát itt még ezt a cikkeimben leírtam, meg minden, hogy azért ez nagyon sok összetevős dolog. Hát ez... az érzelmi elhanyagolása, az örökbefogadása, tehát 100 millió olyan dolog van, ami elősegíteti azt. Elég egy rossz döntés. Igen. Igen, erről egy külön témát tudnánk nyitni, lehet, hogy egy ilyen sorozatot gond nélkül, de engedjetek meg, hogy egy Woody Allen idézettel búcsúzzak ma tőletek, hogy a gyerekkoromban, mondta Woody Allen, gyerekkoromban egyszer elvesztem otthonról, a szüleim gyorsan reagáltak, azonnal kiadták a szobámat bérbe. Na, oké, nem tudom, hogy jutott eszembe ez, de hogy így hirtelen eszembe jutott. Jó, azt hiszem, hogy akkor így egy szép kerekre sikerült, és remélem, hogy senkiben nem maradt olyan kimondatlan gondolat, ami esetleg most rossz érzés kellene benne. Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, Füle Zoltánnak, aki itt volt velünk a sziasztok mai napon. És Bajzát Sándornak, aki addiktológiai konzulens. Köszönjük szépen a jelenlétet, Sándor, és aztán köszönöm szépen kedves kollégámnak, aki az egyik alapját ma megmutatta. Úgyhogy nagyon remélem, hogy 10-15 évig lesz a mai műsor. Én megköszönöm Szorának itt velem szemben, és köszönjük meg a hallgatóinknak, hogy 18 órakor megint minket választottak. Igen, és akkor találkozunk jövő héten is. Ugyanekkor ugyanígy. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok! Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Manna FM. Örömre hangol.